Még 55 évvel ezelőtt kezdődött el az elhatározás, hogy Lőrinci településen a templomban létesüljen egy olyan betlehemes, ami nem csak hogy híven bemutatja Jézus születésének körülményeit, hanem valóban dísze lehet egy templomnak és csodájára járhatnak a hívők. 55 évvel ezelőtt Géczi László volt az a helyi plébános, aki megálmodta mindezt, s miután a terv megvalósult, azóta szolgálja a látványossága Lőrinci templomba járókat. Az építmény 5 méter magas, és a József oltárra van felépítve. Az 55 esztendőnyi működésből csupán 3 évig nem volt látható, javítani kellett a szerkezetet. Mivel hát 55 évvel ezelőtt készült, minden évben föl volt rakva, az időjárás ezt is kicsit megfogta, úgyhogy tönkrementek dolgok benne, különösen a mechanikai rész. Így körülbelül 3 évig nem volt használva. A betlehemes, amit karácsony előtt építettek össze, harangozik, csilingel, mozognak a figurák benne, valóban külön látványossága a templomnak, s mindez nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is lenyűgöző. Magyarországon még 2 hasonló szerkezet működik. A szerkezet legutóbbi felújítása magánadományozók révén valósult meg. Az öreg betlehemessel együtt a Szent Mihály plébánia templom épületére is azonban ráférne egy újabb, nagyobb felújítás. Szabó Zsolt térségi országgyűlési képviselő államtitkár már korábban is segítette pályázatok létrejöttét, ezek még döntésre várnak. Legutóbb a régi olajtüzelésű kazán kiváltása modernebbre valósult meg, és ma már van padsorfűtés is a templomban. Korábban a 60 online is beszámolt arról, hogy a templom felújítására korábban csekket bocsátottak ki, ebből több mint 1 millió forintos összeg folyt már be, valamint a Nepomuki Szent János szobor megújulására elkülönítetten 200 ezer forint érkezett. A betlehemes február végéig megtekinthető Lőrinci templomában.